Minden embernek, aki egy demokratikus, civilizált, igazságos országban szeretne élni, fontos a független újságírás. Hiszen csak a független újságíróktól tudhatjuk meg, ha egy politikus közpénzt lop, ha egy kormány vagy egy önkormányzat nem azt teszi, amit megígért, sőt, tőlük tudjuk meg azt is, hogy mi történik a nagyvilágban, azokon a helyeken, ahova mi egyébként nem látnánk el. Nem véletlen, hogy az elnyomást építő kormányok nem szeretik a független újságírást. Mindent elkövetnek azért, hogy elhallgattassák az újságírókat. A világ számos részén ezt kínzással, bebörtönzéssel, halálbüntetéssel való fenyegetéssel teszik. De nem szükséges ilyen messzire menni. Lehet sokkal finomabb módszerekkel is elhallgattatni a független sajtót. Például azzal, ha megvonják tőlük az anyagi finanszírozás lehetőségét. Például azért, mert nem engedik, hogy hirdetések jelenjenek meg mondjuk kormányzati vagy kormányközeli cégek részéről a kritikus hírportálokon. Ezért ma mindenkinek, aki Magyarországon elkötelezett a demokrácia, a civilizáció és az igazságosság mellett, nagyon fontos, hogy támogassa a független sajtót. Támogassa magánemberként azzal, hogy olvassa nap mint nap. Támogassuk azzal, hogy megosztjuk a független sajtó híreit a közösségi médiában. Támogassuk azzal, hogy havonta akár csak egy szimbolikus összeget átutalunk nekik támogatásként, vagy előfizetünk a fizetős szolgáltatásaikra. Vállalati felelősként pedig támogassuk azzal, hogy hirdetésekhez juttatjuk őket. Sokszor ez adja a független média egyetlen valódi bevételi lehetőségét. Ha ezt megtesszük, számíthatunk arra, hogy a független újságírók továbbra is ellátnak minket azokkal az információkkal, amik alapján egy következő választáson vagy bármikor a jövőben megfelelő politikai döntéseket tudunk hozni.